Három kívánság Miért nem történik soha semmi izgalmas? Sóhajtotta Mió. Már hogy ne történne? Tegnap például majdnem elejtettem egy egész doboz tojást. Emlékezett vissza Vau. Az is valami. Ma reggel pedig majdnem elcsúsztam, amikor kimentem az újságért. Folytatta Vau. Nagy dolog! csomagot várok, izgulok vajon megérkezik-e a mai postával. Na ne, ez aztán hallatlanul izgalmas. Én olyasmire gondolok, mint ami a mesékben szokott előfordulni. Például egy sárkány elfoglalná a falut, és harcolnunk kellene ellene, vagy hogy száz évre elaludnál, esetleg jönne egy tündér, aki teljesíteni három kívánságomat. Szóval e féle izgalomra vágysz, és melyiket szeretnéd ezek közül a legjobban? kérdezte Vau. A három kívánságost! Vágta rá Miu, és megnyalta a szája szélét. Sejtettem, de ez mind csak mese. Vont vállat Vau, majd ismét újságolvasásba merült. Sejtettem, sóhajtotta Miu, majd ismét a gondolataiba merült. Délután azután valami különös és izgalmas dolog történt. A fészerben, ahol Vau éppen fát aprított, megjelent egy tündér. Szürke köpönyeget viselt, amelynek a sarkában ez a felirat látszott. Télálló burgonya. A tündér szárnyai a megtévesztésig emlékeztettek két úszó talpra, a varázs pelcája pedig egy csillagszóróra. A látvány alapján Vau nem igazán tudta eldönteni, jó vagy rossz tündérrel van-e dolga. A különös szerzett dohos pince szagot árasztott, ami miatt inkább az utóbbi tűnt valószínűnek. Hú! Uh! kurjantotta a tündér. Jó napot! köszönt Vau, aki igyekezett természetesen viselkedni. Azért jöttem, hogy teljesítsek három kívánságot, suttogta a tündér földön túli hangon. Oh, – Ó, igazán nagyon köszönöm. Most azonnal kell kívánnom, vagy félretehetem a kívánságokat nehezebb napokra – tudakolta Vau. – Nem rólad van szó, hanem arról a nagyszerű, bátor, különlegesen tehetséges és okos lényről, aki szintén itt lakik – közölte a tündér. Hmm, – Nem ismerek ilyet. Kire gondolsz? – vakarta meg Vau a feje búbiát. Ne tréfálj velem, te! Egyszerű földi hallandó, nagyon is jól tudod, kire gondolok? Mordult fel tündérektől kis, hisz szokatlan módon a jövevény. Aha, megvan, mi ura gondolhatsz. De akkor miért nem egyenesen hozzámentél? Mert. Uh... A tündér egy pillanatra elbizonytalanodott. Azt parancsolom, te valósítsd meg a kívánságait. Csiribú, csiribá, engedelmeskedj! Suhintott a tündér varázspálcájával Vau felé, majd eltűnt. Igaz, nem épp egy szempillantás alatt, mert miután kilépett a fészer ajtaján, először végig az udvaron, aztán befordult a ház mögé, de végül mégiscsak eltűnt. Mint egy varázsütésre, ugyanazon a helyen, szinte ugyanabban a pillanatban megjelent Miú sietve átvágott az udvaron és berohant a fészerbe. Vau tovább aprította a fát, ez alatt a macska nyugtalanul izget mozgott. Mm, – Abba hagynád egy percre? – szólalt meg végül. – Persze, ha ez a kívánságod – bólintott Vau és letette a baltát. Mm, – Nem történt itt véletlenül valami izgalmas? – érdeklődött Miu. – De, történt. – Szeretnéd, hogy elmeséljem? kérdezte Vau. Igen, meséld el most rögtön! kérte Miú. Rendben. Járt itt egy idegen, egy tündér. Három kívánságot hozott neked ajándékba, és úgy rendelkezett, hogy nekem kell teljesítenem mindhármat. Mesélte Vau. Ó, milyen csodásan izgalmas! Lelkendezett Miú. Végre mégis történik valami, és um, bármit kívánhatok? Úgy tűnik, de nem lehet könnyű kitalálnod, mi legyen az, mondta Vau. Szó sincs róla. Hozd gyorsan papírt és ceruzát, rendelkezett Miu. Biztos vagy benne, hogy ezt szeretnéd? kérdezte Vau. Persze, csak igyekezne, ne, hogy elfelejtsen, mit akarok kívánni, sürgette Miu. Vau átment a házba, és hamarosan hozta a kért dolgokat. Tessék, nyújtotta át a papírt és a ceruzát Miúnak. Mit is akartam? Töprengett Miu a papír fölött. A három kívánság. Először azt kívántad, hagyjam abba a favágást. Utána kérted, hogy meséljem el, mi történt. Végül papírt és ceruzát szerettél volna. Egy, kettő, három kívánság – Parancsolj! Tényleg nagyon izgalmas volt! Ismerte el Vau, és azzal ismét a balta után nyúlt. A macska pedig csak bámulta a papírt, amire addig két szót írt. Arany, tejszín. Harmadiknak még odakörmölte a kívánság lista végére. Pukkadj meg! Majd összegyűrte a papírt.